Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! A mai videóban egy új modellt fogok bemutatni. Méghozzá egy Valley modellt, egy... Hát nem tudom mennyire új sorozat, ezt nem olyan nagyon régen fedeztem fel ezt a sorozatot a Tesco-ban, ezt a City Dati Urban Series nevezetű sorozatot, ez egy ilyen szolgálati járművekből álló sorozat, mentőautók és rendőrautók vannak benne, legalábbis azt láttam, ez idáig ilyen dobozban van benne. És most egy Mercedes-Benz Sprinter mentőautót fogok megmutatni. Ezen kívül még beszereztem 2 darab modellt, majd azokat is be fogom mutatni. Megmondom őszintén, hogy hát így a videó kezdés előtt megpróbáltam utána nézni, hogy ez milyen mentő. Ugye az oldalán látható, hogy 206-os segélyhívószám. Próbáltam utána nézni ennek a 206-os segélyhívószámnak, de hát nem találtam róla semmit, hogy hova tartozik. A felépítés jellegét elnézve, ha tippelni kellene, én arra tippelnék, hogy ez egy amerikai mentőautó, de akinek több információ van róla, vagy többet tud erről a, hát erről a 206-os segélyhívó számról, erről a mentőautóról, az nyugodtan írja be kommentbe, kíváncsi vagyok rá, hogy ez egy valóban létező mentőautó lenne, vagy csak egy esetlegesen egy ilyen fantázia. Szóval így néz ki a doboz. 1,34-es méretarány. Itt látható is. Hát, maradjunk annyiban, hogy csak a doboz 1,34-es méretarányú. Itt látható rajta a licenc matrica. Ez a hologramos matrica. Tehát 1,34-es elvileg, de szerintem ez olyan inkább olyan 1,40 környéke. Ugye a Valley-nél ez sokaknál probléma, hogy minden méretaránynál, 1,24, 1,18-nál is. Ugye, hogy nem mindig feltétlen 1,24-es, vagy 1,18-as, vagy éppen 1,34-es méretarányú a benne lévő modell, hanem kisebb. 1,24-nél is például van olyan, hogy 1,27-es, vagy 1,18-nál például, hogy 1,21-es. Ez azért van, mert ugye a Valley-nél egységes dobozok vannak, és hát a Valley úgy oldja meg, hogy nem a dobozot igazítsa a méretarányhoz, hanem magát a modellt igazítsa hozzá bele a dobozba, és ezért van az, hogy egy 1,34-es modell kisebb valójában, mint 1,34-es, vagy egy 1,24-es modell, például nem 1,24-es, hanem 1,27-es, mert épp úgy fér bele a dobozba. Úgyhogy így, hát erről röviden ennyit. Nézzük meg, hogy tényleg nagyon röviden tömörre mit lehet tudni a Mercedes-Benz Sprinterről, és akkor megnézzük ezt a modellt, hogy sikeredett. Ugye a Mercedes-Benz Sprinter első generáció 1995-ben jelent meg, a második generáció 2006-ban, a harmadik generáció pedig 2019-től elérhető, tehát harmadik generációnál tart a Sprinter. Ez a most bemutatásra kerülő modell, ez a 2006-ban megjelent második generációs modell. Ez a modell lesz 2007 és 2008-ban is a Professional Van and Light Track magazin az év furgonjának választotta. Európában és számos más országban is megjelent.
Amerikában például Dodge Sprinter és Dodge Freightliner. Beszélek hülyeséget, tehát Amerikában Dodge Sprinter és Freightliner Sprinter néven jelen meg. 2007-től több kivitelben elérhető volt, illetve még elérhető is, mert ugye még azért most is szaladgálnak az utakon. Kétféle tengelytávval, kétféle tetőmagassággal, háromféle hosszúsággal és kétféle súlycsoporttal, 2,5, illetve 3,5 tonnával. A motorokat illetően hát van egy 1.8-as benzines, és létezik már a második generációval egy CNG változat, vagyis egy földgázüzemű változatú példány is, illetve a dízel motorok az egészen 2,1-es től a 3 literes V6-os turbóig terjed. 2013-ban kapott egy modellfrissítést, ez többek között tartalmazta az oldalszél stabilizáló rendszert, az ütközés elkerülő rendszert, a holtérfigyelő rendszert, sávelhagyásra figyelő rendszert, új hűtőmaszkot kapott és új szögletes fényszórókat kapott. Ez a jelen modell, ez a második generációs, tehát azon belül is a modell frissítés utáni változat. Ezt arról lehet megismerni, hogy egy szögletesebb a fényszóró, illetve óválisabb a hűtőrácsnak az alja. Ugye az első, a modell frissítés előtti a példánynak egyenes volt a hűtőrács alja, illetve a fényszóró is ilyen óválisabb volt. Úgyhogy így röviden, tömören, tényleg csak így ennyit. Hát nézzük meg ezt a modellt. Hát ugye ez egy 1600 forintos modell, ez 1600 forint a Tesco-ban, tehát ezt úgy kell nézni. A maga fényezése, festése az számomra tökéletes, abban nem tudok belekötni. A maga a fülke az fém, ez a felépítmény, ez viszont hát műanyag, meg hát nyilván az alváz is műanyag, úgyhogy csak a fülke a fém. Egyébként nagyon szép a kidolgozása, tehát így a velihez, illetve az árához, ez 1600 forintos árához képest. Az ajtók nyithatók, be lehet tekinteni a beltérbe is. Ez egy kicsit nehezebben nyílt. Szerintem az árához képest a beltér is jól ki van dolgozva. Hát nem tudom, hogy a fölkapcsolom a vakut, akkor jobban be lehet-e látni. Megpróbálom azért megmutatni, hogy az ajtókárpit ki van dolgozva. Hát annyira nem lehet belátni, mert tiszta fekete, ugye, de amennyire lehetséges, annyira azért elég jól ki van dolgozva. Így egész jó az eleje, ugye látod, hogy a Mercedes embléma, itt a motorháztetőn is ez a Mercedes emblémár jól fel van festve, felirat is egész jó, kerekek is jók, jól ki van dolgozva, sőt még itt elől ugye a középén a Mercedes csillag is megjelenik. Maga a festés is jó. Hát ugye ezek a magasságjelzők, a kiegészítő lámpák, illetve az oldalsó villagók nincsenek kifestve, hátul egyáltalán semmi nincs kifestve, viszont a hátsó ajtók nyithatók, és itt a beltér is, hát amennyire lehet egész jól ki van dolgozva, a hordágy például látható szépen ki van dolgozva, meg van formázva, az oldalsó ülések is valamennyire megvannak, úgyhogy plafon is úgy nagyjából, ami úgy kell, az ki van dolgozva rajta. Úgyhogy így tényleg 1600 forintot nézzük, akkor így egész jó. Hát azért kár, hogy a hátsó
lámpák, villogók nincsenek megfestve. Itt a teteje, itt a villogó, ez a kék villogó is egész jó. Úgyhogy így egész rendben van, így szerintem ez a modell. Tényleg írjátok meg, hogy ez melyik mentő lehet, melyik ország mentője lehet. Így a felépítményét, illetően én amerikaira tippelek, mert Amerikában vannak ilyen felépítményű mentőautók, hogy azon belül, hogy milyen lehet, azt nem tudom, vagy csak egy fantázia. Tényleg erről a 206-os segélyhívószámból nem találtam semmit. Ha van a nézőim között, aki esetleg jobban tudja, vagy több információja van, akkor kérem, írja meg, mert kíváncsi vagyok. Hát láthatók ilyen sorgyák, ugye, a hűtőmaszkon, illetve lámpán is. Hát nem tudom, így a zárába talán egy belefér, de egyébként egy éles késjel, vagy éles szikével ezeket el lehet távolítani. Úgyhogy így néz ki ez a Mercedes-Benz második generációs Sprinter mentőautó. Még egyszer megmutatom az alját, hát ez is így nagyjából rendben van, első, hátsó, futóömű ugye kidolgozva, ki van dolgozva, kipufogó nagyjából ki van vezetve, illetve hogy a kardán tengely. Hát ennyi lett volna ez a bemutató. Régen volt már ilyen szolgálati jármű bemutatva, úgyhogy ezért is gondoltam most erre. Nekem összességében tetszik. Szerintem nincs úgy különösebb gond vele. Tesco-ba megtalálható még, szerintem, vagy nem tudom, hát ezt korábban vettem. Szerintem, aki szereti a szolgálati járműveket, akinek belefér az ilyen olcsó modellek, annak meleg szívvel tudom ajánlani. Na hát írjátok meg a véleményeteket nyugodtan, ha tetszett, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornára, ha tetszik a munkásságom, és ha még nem tetted meg, és akkor nagyjából ennyit akkor mára, akkor szép napot a nap további hátra levő részében, és akkor találkozunk majd a legközelebbi videóban, remélem hamarosan. Úgyhogy addig is, sziasztok!